Köszöntöm nézőinket, ez a Sportma, a Pécs TV sportmagazinja. Mai műsorunk vendége lesz Dibusz Dénes és Horváth Zsolt, a PMFC két labdarúgója, valamint Szabó Ferenc, judóedző, illetve Grozdics László, a Baranya megyei judó szövetség elnöke. Tartsanak velünk! November 22-éig igazolnia kell a Pécsi Női Kosárlabda Kft-nek, hogy kifizették Fegyverneki Zsófia és Nagy Bújdosó Nóra elmaradt bérét, vagy átütemezték a kifizetést. Erről múlt hét hétfői ülésén döntött a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Ahogy arról a Pécs TV beszámolt, a két játékos feljelentette a Kosárlabda Szövetségnél a pécsi klubot, mert szerintük nem fizették ki az elmaradt járandóságukat. Hogy mennyi pénzről van szó, egyelőre nem tudni. Az ügyben a klub új ügyvezetője Albert Tamás kedre ígért nyilatkozatot a Pécs TV-nek. A szövetségnél azt mondták, ha a klub nem tudja igazolni a kifizetéseket, szankcióra számíthatnak. Nem folytatja a küzdelmeket a Liga Kupa sorozatban a PMFC, miután a múlt szerdai mérkőzések után a negyedikek lettek a pécsiek a második helyezettek között. A szabályok értelmében a legjobb három mehetett tovább. A PMFC egyébként a Magyar Kupában az MTK ellen harcolhatja ki a következő kört, a bajnokságban pedig a tavaszi fordulókból előrehozott meccset már lejátszották szombaton a Haladással, még a Vasas van hátra. Köszöntöm a stúdióban Dibusz Dénest és Horváth Zsoltot. Sziasztok! Szia. Vannak azért még meccsek, ugye, ahogy elhangzott, de mégis azért a szezont hogyan tudnátok értékelni? Most Dénes, először azért téged kérdezlek, mert most a Haladás elleni meccsen azért megint egy bravúrt hajtottál végre, ha jól tudom. Igen, jól tudod. Úgy gondolom, hogy az egész szezont tekintve elégedettek lehetünk. Mivel feljutó csapatként kezdtük a bajnokságot, ezért ez a hetedik hely, amit ugye az őszi szezon után elfoglalunk a tabellán, ez úgy gondolom, hogy elégedetté tehet minket, viszont nem elégedhetünk meg ennyivel. Az a célunk, hogy tavasszal egy jobb folytatást produkáljunk, és előre tudjunk lépni. Te a saját teljesítményeddel mennyire vagy megelégedve? Azért nagyon sokszor lehetett a nevedet hallani a mérkőzések után. Igen, szerencsére a mérkőzések nagy részében jó teljesítményt nyújtottam, én is úgy érzem. Viszont voltak olyan szituációk, illetve helyzetek, ahol azért érzem én is, hogy jobb megoldást is lehetett volna választani. Tehát ezekben mindenképpen szeretnék én is erőre lépni. Zsolt, véleményed szerint melyik volt most ebben a szezonban eddig az a meccs, ami a leghúzósabb volt, ami számodra szerinted a legnehezebb volt a csapatnak, illetve melyik volt az a meccs, amikor mondjuk bravúrt hajtottatok végre, és amire nem számítottatok, hogy sikeres lesz? Hát úgy vélem, hogy semmelyik mérkőzés nem volt egyszerű, talán legnehezebbet nem is tudnék kiemelni. A bravúros győzelmeket pedig szerintem többet is arattunk, hát a Fradit az Üllői úton megvertük, a Győrt hazai pályán megvertük, és még azt is kiemelném, hogy fél szezon alatt hazai pályán nem találtunk le győzőre. A Liga Kupában ugye beszélgettem Mészáros Ferenccel, miután ugye kiderült, hogy nem folytathatjátok a küzdelmet a Liga Kupában, azt mondta, hogy nem is volt cél, hogy előrébb kerültök. Mi volt a célkitűzés? Nektek mit mondott a vezetőség a Liga Kupában, a Magyar Kupában, mi lesz, illetve a bajnokságban? Hát a Liga Kupával kapcsolatban valóban nem volt megfogalmazva semmilyen kritérium. Úgy gondolom, hogy minden játékosnak inkább ez maga felé volt egy elvárás, hogy a csoportból tovább jussunk, amire meg is volt az esélyünk, de elszalasztottuk. A bajnokságot hagyom a végére, a Magyar Kupát tekintve minél tovább szeretnénk menetelni, de a cél úgy gondolom, hogy a négybe jutás, az egy szép eredmény lenne, és a bajnokságot tekintve pedig a szezon elején mindenki különböző latolgatásokba ment bele, én úgy gondolom, hogy a hatban a helyünk. Milyen a légkör most a csapatnál? Hát ugye mindenki tudja a bundabotrányokat, amik most már ugye gyűrűznek itt Magyarországon, tudjuk azért Törtei Tamás esetét. Változott-e bármit is a hangulat a csapatnál? Nem veszek észre semmi fajta változást. Persze mi is figyelemmel követjük a futballberkekben történteket, de ugyanolyan jó hangulat uralkodik, és
ugyanúgy előre tekintünk, ahogy eddig is tettük. Te személy szerint hogyan élted meg ezt a hírt, meg hogyan éled meg a mindennapokban azokat a híreket, amik azért ugye, amiket most lehet hallani? Melyik híreket? Hát most mondasz? A botrányról, a bunda botránnyal kapcsolatos híreket. Én úgy gondolom, úgy is érzem, hogy azokra a személyekre, akikre rá lesz bizonyítva a bűnösségük, őket mindenképpen meg kell büntetni. A másik része pedig a dolognak, hogy ez valóban nem vett jó fényt a sportágra. Gyakorlatilag itt a futballban van a legtöbb bunda, de ezt annak a számlájára is írom, hogy ez a legfelkapottabb sportág, ez a leginkább érdeklődést kiváltó, úgyhogy minden pozitívum mellett vannak negatívumok is, úgyhogy... Dénes, neked mi a véleményed erről? Szerinted mennyire rázta meg a csapatot mondjuk Törtei Tamásnak az esete? Hát úgy gondolom, hogy mindenkit meglepett ez az egész történet. Kezdetben biztos, hogy befolyásolt minket is azért ez a hír, de úgy gondolom, hogy néhány nap alatt túltette magát rajta a társaság, és hát ugye az elmúlt hetek eredményei mutatják, hogy sikerült összekapnunk magunkat, és most már úgy gondolom, hogy mivel egyáltalán nem téma az öltözőben ez, tehát a későbbiekre sem lesz semmilyen kihatással. Beszéljünk akkor most még gyorsan a Vasasról a végén. Mit vártok ettől a találkozótól? A Vasas nagyon összeszedte magát ugye az ősz második részére. Nehezen indult nekik a bajnokság, de azért most az ősz második részére tényleg egy erős középcsapattá váltak, és úgy gondolom, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük. Én egy szoros hazai győzelemre számítok. Zsolt, szerinted milyen az, hogy a tavaszi fordulóból előrehoznak, ez jó a csapatnak, vagy rossz, és hogy pont mondjuk egy ilyen Haladás és Vasas meccset hoztak előre? Számomra is érdekes, még eddig nem volt részem ilyenben. Én úgy érzem, hogy ez egy jó dolog, mivel előbb vége lesz a bajnokságnak nyáron, így akár több pihenési lehetőség is marad. A másik fele pedig a dolognak, hogy ameddig jó idő van, addig játszunk. Az edzésekben bármiféle változást jelent ez, hogy azért még küzdeni kell így november végén is? Hát magában az edzésekben nem jelent változást, annyiban, hogy egy pár kiló ruhával több kerül föl ránk. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gratulálok a csapat eddigi teljesítményéhez, és bízom benne, hogy folytatódik azért ez a sikerszéria. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Közel 100 hajdani tornász mutatta be gyakorlatát a Lauber Dezső sportcsarnokban szombaton. 2002 után idén ismét Pécset rendezték az Old Boys és Girls torna versenyt. Minden héten edzenek, veterán versenyeken indulnak. Holott a torna az elmúlt évtizedekben nem tartozott a sikersportágak közé Pécsett, a hajdani profi versenyzők nem adják fel. A torna életforma. 2002 után idén ismét Pécsett rendezték az Old Boys és Girls torna versenyt. Nem volt kérdés, hogy amikor már körbejártak a nagyvárosoknál, akkor visszatérjenek Pécs városába, hiszen egyrészt nagyon jól érzik magukat, minden adott ahhoz, hogy ezt a versenyt itt megszervezzék, másrésztről pedig ne felejtsük el, hogy Pécs az elmúlt időszakban 5 olimpikont is adott már a hazai tornászvilágnak. A házigazdák 3 csapattal neveztek, a nők 2-3 szeren versenyeznek, míg a férfiaknál 4-szer, talaj, nyújtó, korlát, lólengész szerepel a repertoárban. A tornaversenyre közel 100 egykori férfi és női tornász nevez általában. Korábban a férfiaknál a szabadon választott mellett egy kötelezőt is be kellett mutatni, de már 2-3 éve módosítottak a szabályokon, csak szabadon választott gyakorlat szerepel minden területen. Sérülésmentes versenyzést szeretnénk végrehajtani, és hát ugyanúgy a szokásos szereken, tehát ló, utána megyünk korlát, nyújtó és talajra. És hát amit tudunk, azt meg szeretnénk csinálni, úgyhogy ez a fő cél. Nekem a torna az életem, úgyhogy csak most szeretném itt a tanítványaim itt vannak egy kicsit megmutatni, hogy még 55 évesen is lehet csinálni. A gálákon részt vesznek olyan tornászok is, mint Magyar Zoltán és Gucogi György. Igaz, hogy néha csak szurkolni vagy bíráskodni érkeznek a viadalra. Érdekes helyzetben vagyok, mert eddig a másik oldalon voltam, engem pontoztak. A pontozásnak az a lényege, tulajdonképpen 10 pontból indulnak a gyakorlatok, és megpróbáljuk úgy pontozni, hogy aki végig tudja csinálni a gyakorlatot hiba nélkül, azért az 9 pont fölött kapjon, aki ront, az 9 pont alatt kapjon, és ezt próbáljuk valahogy behatárolni.
A kétszeres olimpiai bajnok Magyar Zoltán, akit a közelmúltban választottak a Magyar Torna Szövetség új elnökévé, az egyik gálán ezt nyilatkozta. Jó érzés, hogy a tornászok ennyire összetartóak. Bízom benne, hogy a fiatalok szem előtt is ez a cél lebeg, és megtalálják helyüket a tornász társadalomban. A legfontosabb az, hogy egészségesek maradjanak, az, hogy egy közösséghez tartozzanak, és ez pont ezen a versenyen mutatkozik meg, hogy itt a 25 évestől a 70 évesig mindenki indul, alig várják ezt a versenyt, készülnek rá heteket, hónapokat, van, aki akár egész évben is, és összemérik a tudásukat, és este pedig a banketten ugyanazokat a régi barátságokat újra kötik, amiket minden évben újra kötnek. Az Old Boys és Girls versenyt 4 korosztályban rendezik, egyre idősödvén egyre kevesebb a követelmény. A férfiaknál 25 évtől indul az egyes korosztály, a negyedikben 56 év fölött lehet versenyezni. Mindkét egerági dzsúdos megsérült az U23-as Európa-bajnokságon Oroszországban. Szabó Katinkának a bokaszalagja szakadt el, Szabó Franciskának pedig a műtött térde sérült meg. Köszöntöm a stúdióban Szabó Ferencet, aki az üstökösese vezetőedzője, elnöke, illetve Grozdics Lászlót, aki pedig a Baranya megyei dzsúdó szövetség elnöke. Hát mi telefonon azért tartottuk a kapcsolatot, és hát a lányokkal is beszéltetek többször, és sajnálattal hallottuk, először Katinka sérült meg, neki volt a bokaszalag szakadása, vártunk Franciskától eredményt, de hát ő is megsérült. Feri, mi lehet ennek az oka? Mondtad, hogy nagyon sok versenyük volt a lányoknak mostanában. Hétről hétre versenyeztek, és helyt álltak nagyon szépen. Én reménykedtem, hogy sikerül átmenteni a formát, hát ez nem jött össze, hiszen 6 versenyen vettek részt zsinórba, a Franciska is Európa kupán, Szarajevo, utána Mongólia, utána Minsk, utána Abu Dhabi, utána Magyar Bajnokság, és most volt a elfogytak. Nagyon sok volt ez, elfogy, fiatalok még ez, és plusz a felkészülés, és sajnos, hát itt pénzhiányra lehet hivatkozni, egy ilyen sorozatversenyre, egy rendes alapozó táborra lehet felkészülni. És hát nálunk 3 napos edzőtáborok, ha vannak, akkor az már jó, jónak mondott dolog, úgyhogy sajnos ez pénzhiányról van szól a történet. A Baranya megyei dzsúdó szövetség mit várt a lányoktól így előzetesen? Milyen elvárásokkal utaztak ki? Hát hozzávetőlegesen az volt a cél, amit el is értek a lányok, ezért nagyon gratulálunk nekik. De sajnos csak szóba, mert mint ismeretes minden Baranya megyei szövetségnek, köztük a dzsúdó szövetségnek is, nagyon kevés pénze van, ami többnyire azért állami támogatás szintén jelenik meg. A szponzorok meg nem tülekednek ilyenért, hogy adjanak valami segítséget, vagy járuljanak hozzá valamihez. Országos szinten hol áll most a megyei szövetség? Eredményekre is gondolok, illetve egy taglétszámra is. A megyei szövetség országos szinten 10. Tizedikek vagyunk. A létszám és az egyesületek számának a tagjaival, és az eredményesség szempontjából meg nagyon jó hely nálunk, főleg az egerági üstökös versenyzői által hozott eredmények. Nagyon sokat emelnek a latba, sok magyar bajnokság, meg ahol elindulnak, ott mindenütt sikereket érnek el. De bocsánat, még annyit hadd mondjak el, a PVS-nek a versenyző is hozzájárulnak ehhez. Igen, Feri, hogyha most egy pár mondatban összefoglalnád azért ezt az Európa-bajnoki szereplést, hogy kezdett ugye Katinka, ki volt az ellenfele, egy orosz ellenfele volt, ha jól tudom, nagyon jól meccselt, de hát sajnos megsérült, de azért inkább te meséld el szakmai szemmel. Hát sajnos én sem voltam ki, én igen, csak neten tudtam nézni. Hát ez is egy szomorú dolog, hogy mind edző is, mind édesapa se tudtam ott lenni. Egész biztos olyan sérülése jött volna így közben, hiszen ilyenkor, amikor fáradt a szervezet, 3-szor annyit kell bemelegíteni, stb. Stb. Ott kellett volna, hogy legyek. Az én hibám is, hogy nem voltam ott. De annyit el tudok mondani, hogy a kislányom nagyon jól kezdett, gyönyörűen verekedett, vezetett magasan az orosznál, amikor történt a sér, letapadt és szétszakadt a lába.
Nem tehetett róla az orosz versenyző se, tehát itt Obligon kívül volt az ellenfél is. A Franciskának pedig a régi sérülését, ami műtött sérülés volt, az újult ki. Ennyi volt az egész hiba, de én őszintén mondom, hát ebből áll ez a sport. Hát küzdeni, elbukni, fölállni, újra küzdeni. A gyerekek teszik a dolgukat, bőven oda fogunk érni. Rólunk írtak is egy dalt, hogy mi nem kopogunk, soha nem adjuk fel, és tényleg nem adjuk fel. Hogyan tovább akkor? Ha jól tudom, akkor Katinkát műteni kell. Igen. És Béres Franciskával doktor. Mi lesz? Ő edzhet, vagy kiderül majd, hogyha hazaért? Ma este derül ki. Most a feleségem van fenn a reptéren, és most viszi a Béres doktorhoz egyenesen, a Kata az marad. És utána pedig majd holnap már tudom a Franciskáról is a véleményt. Itt Baranyában lesz-e mostanában valami nagyszabású judó esemény? Hát a versenyszezonnak vége a Baranyai Judo Szövetség részéről. Minden olyan versenyt, ami megterveztünk, megcsináltunk, Siklós, Berement, Nagyharsány, Pécs, Csen is voltak versenyek, nagyon sok versenyző volt, nem csak Baranyából, hanem az ország minden részéről jöttek, és nagyon jó vízhangját keltették országszerte az általunk rendezett versenyről, és már előre jelezték, hogy ha jövőre lesz verseny, akkor szívesen vendégül szeretnék, hogyha látjuk őket. Feri, még nagyon korai a kérdés, de ugye olimpiai reménységek. A lányok, mi lesz akkor most? A Franciskát én továbbra is, hát súlycsoportot változtattunk, 70 kilóba fölment műtét után, épp azért, hogy ne gyengüljön a fogyasztás által a műtét része. És itt gyönyörűen helytáll a kislány, Európa kupákon dobogó, világ kupákon dobogó, tehát kvalifikálja magát, ott van az első 32 között már most. Még volna 5 verseny, amelyiken, vagy 6 verseny, amin részt kéne venni, ebből ha csak 3-ból ott lenne az első 5 között, akkor ő ott lenne, de azt tudni kell, hogy a súlycsoportjában ott van a világ egyik legjobb judósa, akinek szintén nagyon szurkolunk, mert őszinte jó barátságban is vannak, a Mészáros Anett. És az Anett, ha lesérül, sajnos csak akkor kerülhet szóba az én lányom. Hát Anett most lesérült, épp úgy, mint a lányom, de adja jó Isten, hogy az Anett odaérjen, épp úgy, mint a gyermeke. Én nagyon sok sikert kívánok a judósoknak, a judószövetségnek is, és azért reméljük, hogy jó hírekkel jöttök majd legközelebb a stúdióba. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönöm a meghívást. Még éjszaka is fociztak és kosaraztak a tanulók. Összesen 5 sportágat próbálhattak ki 25 óra alatt a gyerekek az Árpád Fejedelem gimnázium tornatermében. A rendezvény az iskola 25 éves jubileumi program sorozatának része volt. A 24. órában járnak, és még mindig nem fogyott el a lelkesedés. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnázium ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. Csütörtökön 15 órától pénteken 16 óráig megállás nélkül sportolhattak a gyerekek. Mi eddig csak focival voltunk, de már volt eddig szivacskézi, meg minden. A gyerekek új kedvenc sportágakat is választottak. A szivacs kézilabda, a kézilabda is, hát ez a kettő nagyjából. Az aerobiktól a tollaslabdán és a szivacs kézilabdán át a labdarúgásig és a kosárlabdáig valamennyi sportágat kipróbálhatták a tanulók. A legtöbben csütörtök éjszaka voltak a tornateremben. Az éjszaka folyamán, amikor a 9-12-es évfolyamos fiúk és lányok szerepeltek, ők labdarúgásban, illetve kosárlabdában játszottak. 70 gyerekünk volt az éjszaka folyamán, és este 10 órától ma reggel 8 óráig kitartóan adogatták egymásnak a labdát. A 3-napos jubileumi rendezvénysorozatban a 25 óra mozgás mellett kulturális programok, öregdiák, beszámolók, visszaemlékezések és árpádkori történelmi vetélkedők is helyet kaptak. Pénteken Árpád fejedelmet is megválasztották a gimnazisták.
A gyerekek is nagyon sokat sportolnak, és a pedagógusok, az egész tantestület is nagyon fontosnak tartja a mozgást, a sportot a gyerekek életében. De természetesen a tehetséggondozás, a hátrányosok felzárkóztatása, a különböző szabadidős programok, mindenféle nevelési feladat, az ugyanolyan fontos szerepet kap az iskola életében. A 25 év 25 óra mozgás programsorozat a tanárok kosárlabda mérkőzésével zárult. A PVSK tájfutó szakosztálya 2006 óta minden évben megnyeri az országos egyesületi pontversenyt. Nem volt ez másképp idén sem. Ráadásul nyáron egy nem mindennapi feladata is volt a pécsi tájfutóknak. 43 ország 3500 sportolója érkezett Pécsre. A PVSK rendezte ugyanis a szenior tájékozódási futóvilágbajnokságot. A szakosztály évértékelő ülését szombaton tartották. A PVSK a felnőtt női, a junior férfi és női, valamint a 14 évesek kategóriájában volt idén a legeredményesebb, de a szeniorok is kitettek magukért. Torony magasan nyerte az egyesületi pontversenyt a PVSK tájfutó szakosztálya, de a pécsieknek idén egy nem mindennapi feladata is volt. Városunkban rendezték a szenior tájékozódási futóvilágbajnokságot. A szervezők 3 évet készültek a versenyre. A dél-dunántúli régióban ez volt a legnagyobb tájfutó esemény a klub fennállása óta. A tájfutók szokás szerint ünnepélyes keretek között értékelték az évet. Maga a PVSK tájfutó szakosztálya már több mint 30 éve produkál a sportágban. Az bármilyen sportágnak is, sportágban elért eredmény is fényessé kell volna. Ott, ahol hát minden sportágban van fluktuáció, minden sportágban vannak korosztályok, jönnek, mennek, ez valami példátlan dolog, hogy kiegészítik egymást. Jó a szakmai munka. Kovács Bertalan 3 országos bajnokságot nyert, és a korosztályos Európa-bajnokságon is szépen szerepelt. Elégedett a 2011-es évvel. Most másodéves voltam, tehát a jobbik évemben voltam az Európa-bajnokságon, ezért jobb eredményeim lettek, mint a tavalyik. Egyéniben 25 és 24. hely, ami többé-kevésbé elégedett voltam ezzel, és csapattal pedig a 6. helyet szereztük meg, amit elég jónak érzek, mert ugye ez, ami meg volt a csapatösszhang, és mindenki a másikért futott, és meg is lett az eredménye. A PVSK 2006 óta minden évben megnyeri az egyesületi pontversenyt. A 10 lehetséges pontszerzési alkalom közül 8-szor a pécsi tájfutók szerezték a legtöbb pontot idén. Az előző években megszokott PVSK Szeged párharc helyett azonban idén a tabáni Spartacus volt a pécsiek legfőbb kihívója. Pontversenyt megnyertük, mégpedig olyan számszerű fölénnyel, ami nagyon magabiztos győzelmeket jelent, illetve a tavalyi ugye egy pontos végelszámolásban különbségünk, hát most 40 szereztük, tehát 40 pontnál több az előnyünk ebben az évben. Ez mindenképpen nagyon jó érzésekkel tölt el, illetve az is, hogy szinte dupla annyi bajnoki aranyérmet szereztünk, mint az elmúlt évben. A cél, hogy jövőre is megtartsa vezető pozícióját a klub, valamint, hogyha lehet, még több bajnoki pontot szerezzenek az egyesület tájfutói. Értékes pontot szerzett a PMFC Szombathelyen. A Haladás Pécs labdarúgó mérkőzésen végig a hazaiak birtokolták többet a labdát. Vujovic első félidőbeli helyzeténél Dibusz óriási bravúrja megmentette a csapatot a kapott góltól. A végeredmény Haladás PMFC 0-0. Egy fél idő alatt dobott annyi pontot az olaj, amennyit néha egy meccs alatt szerez egy átlagos csapat. A tavalyi bajnok Szolnok ellen játszott a PVSK Pannon Power a kosárlabda NB1 soros fordulójában. A 3. negyedet ugyan megnyerte a Pécs, de az olaj ellen ez kevés volt. A végeredmény Szolnoki Olaj KK PVSK Pannon Power 109-80. Jóiramú sportszerű mérkőzésen szenvedett vereséget a pécsi Indiánok Rögbi Klub az NB1-ben. Az utolsó előtti őszi fordulóban a pirosmezes Indiánok az Esztergom 2-es csapatát fogadták. A legszebb hazai akciót a már Százhalombattán az Extraligában játszó Pécset légióskodó Gáspár Gergő és Kamarics Viktor páros hajtotta végre. Az első félidő feléig a pécsiek partiban voltak az esztergomiakkal. Kamarics Viktor kiállításával azonban egy kulcsjátékost veszítettek el a pécsiek.
Az indiánok csapata méltó ellenfele volt az idei szezonban veretlen esztergomiaknak. Az apródók hatodik győzelmüket szerezték az idei bajnokságban. A pécsieknek eddig kétszer, a Kecskemét és a Százhalombatta kettes csapata ellen sikerült nyerniük. Az indiánok legközelebb november 27-én Békés Csabán játszik, akkor zárják az őszi szezont. Meglepetésre készült a Zalaegerszeg, hiszen a tavalyi bronzérmes női kosárcsapat otthonában minden ellenfele számára kemény diónak bizonyul idén. A szervezett taktikus pécsi kosárlabda azonban a csapatmunkáról szólt Zalaegerszegen. A pécsi együttesből kiemelkedett a biztos kézzel centerező Stefani Murphy, a kiválóan küzdő és eredményes Horváth Lilla, a legfontosabb pillanatokban kosarat szerző és ezzel vezérré váló Raksányi Kriszta, a 2-3-ast is bevágó Ajda Pilav és az ezúttal a csapatnak ritmust adó Elik Vigli is. A találkozó végeredménye Zalai NKK Pécs 2010 68-87. Ez volt a Sport Ma, a Pécs TV magazin műsora. Friss hírekkel, érdekességekkel, aktualitásokkal legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!